Tavaly júniusban az olvasók segítségével költözött ideiglenesen a Bródy Sándor megyei és városi könyvtár a volt helyőrségi klub épületébe, így augusztusban megkezdődhetett a nagypréposti palota felújítása. Azóta a tervezett bontásokat elvégezték, így például kikerültek a válaszfalak a volt galéria helyiségéből. Itt alakítják majd ki az automata kölcsönzőpultot is. Itt helyben folyóiratokat teszünk elérhetővé, olyan számítógépeket, amin csak gyorsan bejövök, gyorsan tájékozódok, a katalógus gépeket helyezzük el, és természetesen minden olyat, amiért érdemes bejönni a könyvtárba. Nagyon szeretik most olvasóink az úgynevezett kabátos kölcsönzést, amikor csak gyorsan beszaladok a könyvtárba, leveszem a legfrissebben érkező könyveket, és azokat gyorsan ki is tudom kölcsönözni. Többek között ezt az újítást is szeretnék meghonosítani. A tervek szerint a könyvtár eddigi földszinti irodáinak funkciói is teljesen átalakulnak. Az egész teret úgy képzeltük el, hogy könyvtári funkcióknak fog helyet adni, és minden, ami iroda, minden, ami kiszolgáló helyiség, az a szomszéd épületben kap majd helyet. Tehát, hogyha bejövünk a könyvtárba, akkor itt a fogadópult után szabad hozzáférésű közösségi tereket fogunk találni, olyan informatikai eszközöket, amit szintén szabadon lehet használni, és mi nagyon-nagyon készülünk arra, hogy az egriek a város környéken élő ők szeretettel fogják majd fogadni ezt a megújult épületet. A könyvtár legnagyobb tere a volt emeleti böngésző is átalakul, hiszen még eddig szinte földtől plafonig értek a polcok, a későbbiekben a mögöttük felfedezett falfülkék is hangsúlyos szerepet kapnak. Különleges dologra készülünk, hiszen itt egy gyönyörű falfülkék kerültek elő a felújítás kapcsán. A felújítás után ezek a falfülkék láthatóvá válnak, és olyan berendezést készítünk ide, hogy ennek a teremnek a légiessége megmaradhasson. A régi fűtési alapvezetéket, illetve az elektromos hálózatot is elbontották, az újat pedig kiépítették. Emellett a pince falak injektálásos szigetelése is elkészült. A személyi felvonó szerkezetét már elkezdték építeni, illetve folyamatban van a homlokzat felújítása, a külső nyílászárók gyártása, ezeket már részben beépítették. Emellett kicserélték a teljes tetőhíjazatot is. A műemléképületről beszélünk, rengeteg úgymond csontváz esett ki a szekrényekből, tehát rengeteg plusz feladat jelentkezett, aminek a elbírálása még folyamatban van. Tehát, hogyha ezeket elfogadja az önkormányzat, illetve a megrendelő, akkor onnantól kezdve még szerintem egy 5-6 hónap kell a teljes befejezésig. Az udvaron a kerítés is elkészült, már csak a burkolat hiányzik róla. A felújítást követően mind az épület, mind pedig a parkoló akadálymentesített lesz.